Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Mai szentmisénket az évforduló szeretteinkért mutatjuk be. Mivel ebben a hónapban, ezen a napon, az elmúlt 10 év elhunyt szeretteiről emlékezünk meg, kezdjük ezt egy szentírási résszel. Az Úr legyen veletek! És a veletekben! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus, mint a halálra ítélték, keresztjét hordozva, kiment az úgynevezett Koponyahegyre, aminek a héber neve Golgota. Ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat is kétfelől, középen pedig Jézust. Jézus keresztje mellett ott állt anyja és anyjának nővére, Kleofás felesége, Mária és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután tanítványához fordult, és így szólt hozzá. Íme a te anyád. És attól az órától fogva, a házába fogadta Máriát a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett, azért, hogy az írás valóra váljék, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény. Izsópra tűztek, egy ecettel teli szivacsot és szájához emelték. Amit Jézus megízlelt az ecetet, így szólt. Beteljesedett. Lehajtva fejét, kilehelt a lelkét. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Testvéreim, a feltámadt Krisztus jelképező húsvéti gyertya előtt emlékezzünk meg elhunyt testvéreinkről. Az élők és holtak világát a feltámadt Krisztus köti össze. Az ő világosság útat mutat nekünk, a földi az zarándokutyát járó híveknek az ég felé, elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság. Ezért a halottakra emlékezésünk nem csak a gyász és szomorkodás, átcsilla rajta az örök élet hitese feltámadás reménye. Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Imádkozok és valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben és reményben emlékezzünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkről. Kárteszi János testvérünktől. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék meg. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Takács Benőné, Gogolák Teréz nővérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék meg. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Palko József testvérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék meg. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Tóth József testvérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Kátai Tibor testvérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Kulima Istvánné Német Magdolna nővérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Béki János testvérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében. Ulicska Jánosné Béki Jolán nővérünkről. Adj Uram örök nyugodalmat neki. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária szentelében.
Öcse Imréné, Csernák Erzsébet nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Jézus Mária, Szent Zsír János testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Kurta József testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Blahó Isten testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Deák Ferencné Szejbert Margit nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Csáko Józsefné Zsitva Mária nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Faragó János testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Turcsán István testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Lakatos Rudolfné, Mendi Anna nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Káva József testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Bolók Jánosné Helik Erzsébet nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Molnárné Dohány Györgyi nővérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Hobák János testvérünkről. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békességben. Most pedig szedmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent cselekményben. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Voltam az mindenkor híveidet. Újítsd meg bennünk egyelme adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Isten az éhező népnek kenyeret ad a mennyből. A színpusztában Izrael egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták nekik. Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jól laktunk kenyérrel. Ti pedig idehoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszem. Ekkor az Úr így szólt Mózeshez. Íme, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy követi-e a parancsomat. Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Közöld velük. Ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jól lakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megtudni, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. És valóban, estére fürdcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő ereszkedett alá a táborra. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog maradt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai meglátták, és kérdezgették egymást, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim,
azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságon járatják az eszüket. Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrrel hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vesétek le a régi embert, aki csalók a vágyakozások romlásába döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Nehogy ne lederét fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az ember fia adja nektek, őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istenet tetsző dolgot cselekedjünk? Istenek azt tetszik, válaszolta Jézus, hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássunk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink manná tettek a pusztában, amit az írás mondja. Égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem atyám adja a kenyeret, az égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászaladt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Évközi 18. vasárnapunk van, és az imént hallott evangéliumi rész az egy kiragadott szentírási rész, és így első hallásra talán egy picit értelmetlen is, hogy lehessen érteni ezt a jánosi részt. Korábban azt lehet olvasni János evangéliumában, hogy Jézusnak megtörtént a csodás kenyér szaporítása. Jól akadt egy csomó ember, ugye szám szerint 5000 férfit, és királlyá akarják őt tenni. És hát Jézus faképnél hagyja őket a tanítványaival együtt, hogy köszönéd, ebből nem kér. És elmegy a tanítványaival. És az emberek elkezdik keresni. És hát olvasóként, aki talán olvastok ti is regényeket, azt lehet várni, hogy azt várnánk, hogy amikor megtalálja ez a tömeg Jézust, akkor minimum üdvrivalgásban tör ki. Hogy megvan. Vagy talán folytatna, ott a labba hagyta. És ehelyett egy nagyon emberi, de nagyon ostoba kérdést szegeznek Jézusnak, hogy mikor jöttél ide? Ezt úgy fordíthatjuk le: mit keresel te itt? Nincs üdvrivalgás, nincsen köszöntés, semmi ilyesmi, ami az előző részben ott van.
hogy királyát tennék, hogy csodát, tehát, hogy elámulnak tőle. És azt kérdezik az emberek, mit keresel te itt? Kérdezik Jézustól. És a válasza is Jézusnak passzol a kérdéshez. Nem azért kerestek, mondja Jézus, mert csodeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ez mit jelent? Azért vagytatok utánam, mert jó volt az ingyen kenyér. Ott voltatok, éhesek voltatok, én megadtam nektek enni ingyen. Ez azt jelenti, hogy ők nem valakit kerestek, ez a tömeg nem valakit keresett, nem Jézust, hanem valamit. Az ingyen kenyeret, a könnyű lehetőséget. Ezt kereste a tömeg. Nem valakit, hanem valamit. Nagy különbség. Van egy dráma, Szent Titok, ez a neve, címe. A dráma arról szól, hogy ugye Paraguayt meghódítják a spanyolok. Ugye keresztény hódító és keresztény ember, ez méltóan, szépen mindenket le is igáznak, az őslakosokat pedig rabszolga sorsba hajtják. És hát így voltunk mi ott, ostoba módon. De jezsuitáknak mindig is több eszük volt, megjelentek a jezsuiták is Paraguayban. És létrehoztak egy jezsuita missziót. Míg a spanyol telepesek, az őslakosokat gyakorlatilag rabszolgaként kezelték és rabszolgának tartották, addig a jezsuita telepeken az emberek gyakorlatilag vagyonközösségben éltek a jezsuita szerzetesekkel és testvérekkel. És a spanyol birtokokról átszögdöstek a jezsuita telepekre az emberek. A spanyol király ezt nem nézte jó szemmel, hisz az országnak sem jó ez, a vagyonnak sem jó ez, hát valamit tenni kell. Kivizsgáltatta a helyzetet. Mi is van a jezsuitáknál? Ami náluk nincsen meg. Megkérdezték az őslakosokat, hogy miért vannak ott, ahol, és miért szöknek oda, ahova szöknek. És akkor azt mondják, hogy hát tulajdonképpen a spanyolok istene nem annyira jó, mint a jezsuitáknak az istene. Mert a jezsuitáknak az istene az ad kenyeret, meg ad ruhát is. És akkor a tartomány főnök szembesült ezzel, akkor magába roskadt. Hogyan lehetséges ez? Nem értették meg az üzenetet, hogy ők nem ingyen kenyeret akarnak adni, hanem Jézust hirdetik. Nem jött át. És teljesen összeomlott. Valakit vagy valamit keresni. Nem mindegy. A dráma szerint, a történet szerint azok az emberek is valamit kerestek. Valamit. Ne legyünk álszentek. Minden szentmisében, az imádságunk jelentős részében miért imádkozunk? A családunkért, a szeretteinkért, szülőkért, gyerekekért, nagyszülőkért, unokákért, a hazánkért, a boldogulásunkért, a jólétünk. Valamiért. Ilyen kéréseket szoktunk megfogalmazni. És az Isten biztat is minket ezekre a kérésekre, hogy megfogalmazzuk. De ez nem elég. Ez még kevés, hogy az Istennél mindig csak valamit akarok keresni. Azt mondja Jézus magáról, én vagyok az élet kenyere. Aki engem eszik, nem éhezik meg soha többé, nem szomjazik meg soha többé. Nem csak valamit lehet az Istennél keresni, hanem valakit, Jézust. Én magyarból nem vagyok túl jó, középiskolában is többször megbuktam, de néhány dolog megmaradt a fejemben. Pláne mi viccesnek tűnt. Még gyereknek is, gyerekfejjel is. Az ilyenek az oximoronok voltak például. Ez azt jelenti, hogy ellentétes szavakat kapcsolunk össze. És azt gondoljuk, hogy ez így jó, helyes mondani. Ha belegondolunk, akkor botorság, amiket beszélünk. Például, amikor azt mondjuk, hogy kicsit sok.
óriási tökmag, friss mirenit. Van ilyen? Műanyag fakanál. Ilyenek nincsenek. És ugyan a oxymoron a langyos keresztény. Ilyen sincs. Egy keresztény ember az vagy keresztény, vagy nem. Jelenések könyvében ugye azt lehet olvasni, hogy aki langyos, azt majd kiköpi a szájából az Isten. Vagy hideg legyen, vagy meleg. A langyossal nem lehet mit kezdeni. Ahogy Jézus mondja, szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem. A kereszténység nem arra való, hogy egy kicsi plusz legyen az életemben. Nem erre való a kereszténység. A hitünk nem erre való, hogy legyen egy kicsi plusz, egy kicsi zamata. Nem erre való. Az legyen az előjel az életemben. A hitem. Ezért van. Ezért van, hogy tudok túltekinteni ezen a földi síkon. Tudok messzebbre nézni. Tudok az örök életemet is nézni. Merem azt nézni. Fontos nyilván az Istennél valamit keressek. Ami a biztonságot, a családom, a szeretteim biztonságát szolgálja, kérjem tőle. De ezt kérni hívő emberként kevés. Nem gondolok az örök életemre. Nem gondolok arra, hogy ezután hogyan folytatódik. Azzal kapcsolatban fogalmazok meg kérdéseket. Mi az előjele az életemnek? Mire használom a hitemet? Válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Amen. Hiszek egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett, értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberéről, Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Szentegyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim az irgalmas Istenhez, aki Krisztus által táplálja éhező lelkünket. Add, Urunk, hogy mindig éhezük és szomjazzuk a Te igazságodat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk véget, hallgass meg minket! Az oltári szentség gyakori vételet táplálja és erősítse a keresztény népet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk véget,
hallgass meg minket. A földi jólétért való küzdelem, ne újtsa ki a népekben az örök üdvösség vágyát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A szenvedők vigasztalást, ha bajba jutottak, segítséget nyerjenek a szent áldozásból. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A szent útra való által megerősítve, távozzunk a földi életből. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, nélküled senki sem lett igazán boldog, és senki sem üdvözülhet. Te kicsi irgalmas szemmel hozzád könyörgő népedre, és engedd úgy boldogulni a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus, ami Úrunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, szented meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentett örök áldozattá. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Ölelkedünk az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk. És föld életünkben nem csak jósokat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte Isten működését lelkünkben, és így reméljük, hogy húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt. Vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áradd el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíven, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Benedek pápánkkal, Miklós püspökünkkel, Lajos segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízatávoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, isteni tanítása szerint, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reményedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram! Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, menj el, de letápláltad lelkünket. Oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk Krisztus a mi Úrunk által. Egyházközségi hirdetéseink. A hét ünnepei, hétfőn Urunk színe változásának ünnepe, szerdán Szent Domonkos áldozópap emlékezünk, csütörtökön Edith Stein szűz és vérton emléknapja, pénteken Szent Lőrinc diakonus és vérton emléknapja, szombaton Szent Klára szűz emléknapja lesz. A szedmisénk a szokott módon alakulnak csütörtökön pénteken 18 órakor, jövő héten vasárnap 11 órakor lesznek szentmiséink. Isten éltesse mindenkit, aki hétünnepi születés vagy névnapját. Egyháztanácsülésünk mindenki számára augusztus 9-én csütörtökön 19 órától. A Karitász csoportunk augusztus 8-án szerdán délután 17:30-kor tart megbeszélést a plébánián. Szeretettel várom mindenkit, aki szívesen részt vesz a csoport munkájában és szervezésében. A Szent István ünnepi szentmisénk azon a megszokott módon augusztus 20-án lesz, az önkormányzat kérésére ezt áttettük augusztus 18-ára. Ez egy szombati nap lesz. És ez ugyanezen a napon lesz majd az önkormányzati ünnepség is. Tehát 18-án szombaton 11 órakor lesz majd egy szentmisénk a templomban, és aztán pedig majd délután fél hét magasságában azt hiszem lesz majd az önkormányzati ünnepség, az kint a sportpályán, a szokott helyen, szokásos felállásban nyilván, kenyérszenteléssel, ünnepséggel, díszpolgári cím átadásával, ami ilyenkor lenni szokott. Az Anyaszent Egyház házasságot hirdet. Dr. Nagy Balázs budapesti nőten ifjú eljegyezte és feleségül kívánja venni Surman Katalin budapesti hajadont. Az ő esküvőjük augusztus 10-én lesz. Továbbá Tomori László eljegyezte és feleségül kívánja venni Kerekes Tíme a hajadont. Az ő esküvőjük 18-án lesz itt a templomunkban, augusztusban. Aztán Varga Zoltán eljegyezte és feleségül kívánja venni Balog Krisztina hajadont. Az ő esküvőjük is 18-án lesz itt a templomunkban. A templomunk felszentelésének 50-ös évforduló alkalmából az Inárcsi Római Katolikus Egyházközség rajz pályázatot hirdet. A beadandó művek tetszőleges technikával készülhetnek minimum A4-es méretben, témára egyetlen megkötés vonatkozik, a kereszténységgel kapcsolatos legyen. A pályamunkák 3 korcsoportban kerülnek elbírálásra, alsó tagozatos, felső tagozatos, valamint felnőtt 14 év feletti kategóriában. Kategóriaként az első 3 helyezeteket díjazzuk. A legjobban sikerült műveket kiállítjuk az ünnepség sorozat ideje alatt, valamint megtekinthetőek lesznek a honlapunkon. A pályázat eredményhirdetése az ünnepség sorozat megnyitóján történik majd meg. Az elkészült munkákat kérjük eljuttatni a templomunkba, vagy egyházközség világi elnökéhez, Hornyák Margithoz augusztus 17-ig. Múlt héten hirdettem a lengyel utat, és ugye ennek még nincs összköltsége, meg buszköltsége. Mondtam, hogy ilyen 25-30 embert szeretnék max elvinni. Azt tudom nektek megígérni, hogy jövő hétre lesz busz is. Eddig még csak ilyen 20 fős busz találtam, és valószínűleg az ilyen pikpak megtelne. Ezért nézek egy ilyen 30 főnyi buszt. A Gábor azt kérte, aki nekünk az idegenvezetőnk lesz, hogy annál többen ne is menjünk, mert a múzeumokban is így engednek be minket ilyen 20-as, talán 30-as csoportokban. És az még egy mozgatható létszám, meg átlátható számomra is. Tehát jövő hét vasárnapra lesz akkor pontos létszámom, és azt gondolom, az pikpak meg fog telni, úgyhogy akkor, aki tényleg komolyan gondolja, akkor ez jelentkezzen. Jó? A honlapon olvasható, hogy hová megyünk, akinek nincs interneten, felolvasom. Október
20-tól 23-ig, de ez is változhat, lehet, hogy 19-től 23-ig megyünk Lengyelországba. Indulás innen 7 órakor, aztán Miskolcon, Kassán keresztül Tarnóba, ott sét a reneszánsz óvárosban, Bemapó szülőházának megtekintése, majd érkezünk Krakkóba 18 óra körül, aztán vacsora szállás, és megkóstoljuk az ottani söröket. Második nap krakkói városnézés, Mária templom, Posztócsarnok, Jagalló Egyetem, a Vável királyi vár, Székesegyháza és a királyi sírok megtekintése. Aztán este majd délután szabadforgalom, este pedig Szent Mise a Domonkosok templomában. A harmadik nap a Bielecskei sóbánya megtekintése lesz, délután pedig sétálunk a híres krakkói zsidó negyedben. Aztán utána szintén Krakkó, Vadovice, az II. János pápa a szülővárosa, aztán magyarok, magyar szentek fatemplomában megtekintése, és aztán indulás haza. Ezek a programok nyilván picit csúszhat, ez jövő hétre teljesen pontossá válik. Az út teljes hossza 1200 km, szállás egy-egy a szobákban az 6500 forint főperéi. És itt vannak a különböző árak felsorolva, egy-két különböző székesegyházi belépők, mi egymás. Gondoljátok át, és akkor jövő hétre én egy pontos programot fogok nektek hozni, pontos költségvetéléssel és árral együtt, és nyilván akkor előleg fejében lehet jelentkezni. És az október 19-én indul, remélhetőleg, és 23-án délután érnénk haza terveim szerint, az október 23-i szentmisére én itthon legyek. Oké. Fogadjátok az Isten áldását. Az Úr legyen veletek. Áldja meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek.